Sziasztok, ez itt az összeraklak következő része, és ha egy picit is érdekelnek a hajtómű modellek, vagy a hajtóművek, akkor ne menj sehova, ugyanis ebben a videóban megnézzük működés közben ezt a gázturbinás hajtómű modellt. Az előző két videóban megtörtént a készletnek az unboxingja, valamint a teljes összerakása, ezeket itt pótolhatjátok. Most pedig, ahogy a bevezetőben is említettem, be is fogom üzemelni ezt a hajtómű modellt, és megnézzük, hogy hogyan is működik a valóságban is egyben egy ilyen hajtómű. Már megint sok lesz a hajtómű, de mindegy, hát ez a neve, nem tudok mit tenni. Szerintem először bekapcsolom, megnézzük működés közben, és akkor utána elmagyarázom, hogy melyik része mire való röviden. Annyira szakmailag nem fogok belemenni, nem is nagyon értek hozzá, de azért igyekeztem utána nézni a dolognak. Mint láthatjátok, itt van mellettem már egy kis aksi. Ezt egy régi Simpson motorból szerelte ki apósom, és elrakta. 12 volt feszültséget ad le, és így tudja működtetni ezt a kis modellt, ugyanis a motorja az 12 volttal működik megfelelően. Sajnos külön áramforrás az nem jár hozzá, úgyhogy azt nektek kell beszerezni. De nézzük is meg működés közben. Én már itt előkészítettem, és hogyha ezt így összerúgom, akkor elméletileg, hát füleket befogni, egy icipicit nyikorú hangja van. Láthatjátok, hogy nagyjából minden úgy forog rajta, ahogy kell. Hát egy-két része akadozik egy picikét, azt mindjárt egy picit jobban elemezni fogom. Ezt így elfordítom, hogy látjátok, hogy itt is a fogaskerekek végig mozognak, ahogy a tenge is. De valószínűleg így kevésbé is halljátok a hangomat, úgyhogy térjünk ki a működésére röviden. Ezek a gázturbinás hajtóművek, ezek úgy működnek, hogy beérkezik a levegő ugye a hajtóműbe, a repülési irányjal ellentétesen halad végig rajta, végül ugye kilöki magából, és ugye ez hajtja meg előre. De ez egy nagyon rövid vázlatos elmondása volt az egész folyamatnak. Fussunk végig rajta. Ezen a részén, a hátsó részén a hajtóműnek érkezik be a levegő, konkrétan az egész motorba. Itt van a kompresszor rész, ezek a fogaskerekek, úgymond az axiál kompresszorok, ezeken végig halad a levegő, és ez sűríti be, valamint ugye ezen az egyoldalú kompresszoron halad tovább. Ezek az axiál kompresszorok, ezek kétoldalúak. Ezek a kompresszorok akár 45 000 fordulatot is megtehetnek percenként. Ezek besűrítik a levegőt, és a levegő tovább halad az égéstérbe, ami itt két oldalt helyezkedik el. Ez a két bevágás szimbolizálná az égésteret, ahová hozzáfecskendezik ugye az üzemanyagot, és ez a gázkeverék halad tovább a turbina részen át. Ezek az elemek már a turbina részhez tartoznak. Ezek a turbinák olyan 30 000 fordulatra képesek percenként, és ez a gáz a turbinák segítségével ennek a vezérmű tengelynek a mentén tovább halad az első részébe a hajtóműnek, ami a reduktor rész, és ahogy a neve is mutatja, ez a reduktor, ennek a két elemnek a segítségével, melyek egy ilyen bolygó mechanizmussal lecsökkentik a forgását igazából a tengelyrésznek, olyan 1200-1500 fordulatra, ugyanis a hajtómű megfelelő működéséhez, ahhoz, hogy a repülő rendesen tudjon repülni, ahhoz elég ez az 1200-1500-as fordulat. És itt van ugye az egyik oldalán látható kivezető rész, a másik oldalán is lenne, hogyha lenne rajta burkolat. Ezen általában van még egy ilyen kis félköríves hátrafelé ívelő rész, ami ugye elvezeti erre a kiömlő gázt, és akkor ez hajtja előre a hajtóművet, aminek ugye az elején még szokott lenni légcsavar propeller, csak ez ugye ezen a modellen nincs rajta. Maga a modell nekem nagyon tetszik, ilyet még sosem raktam össze korábban, az összerakási folyamat nem volt igazából bonyolult, az összerakási útmutató az viszont lehetne sokkal minőségibb is. Egy ilyen modellnek egy sokkal-sokkal részletesebb útmutató dugálna. Azt meg majdnem elfelejtettem, hogy az aljához kaptunk egy talapzat részt is, amin a SkyMech Man mint gyártó felirat található, és itt szépen rá lehetett helyezni, pattintani itt a csavarok segítségével, pont beilleszkednek
a kis árkokba. Majdnem ugyanolyan árban van, mint a V8-as motor volt, amit korábban bemutattam. Ha össze kellene a kettőt vetnem, mind a mechanizmusok változatosságát nézve, az összerakási folyamatot nézve, az összerakás bonyolultságát, magának a modellnek a bonyolultságát nézve, akkor én azt mondanám, hogy a V8-as motor azért a 80-85 ezer forintos áráért jobban megéri, de most, ha jól tudom, van erre egy egyedi akció, $250 helyett csak $200 beúszható, ami olyan 60-65 ezer forint. Ha valaki szereti ezeket a modelleket, akkor igazából bátran tudom ajánlani a beszerzését, csak ne riasszon el senkit az útmutatónak az egyszerűsége, azért ki lehet csillavizálni. Vagy hogyha valakinek esetleg van kérdése, problémája, megvette, akkor keressen nyugodtan engem is, akár kommentben, vagy akár üzenetben. Mint mondtam, van egy-két eleme, amely icipicit akadozik, ugyanis ez a turbina rész, ez egy icipicit akad, néha körbefordul, néha nem, valamint a bolygó mechanizmusos elemek az elején, azok forgathatóak kézzel, de eléggé nehezen, mint láthatjátok, eléggé akadoznak. De a valóságban is, mint mondtam, ezek jóval kevesebb fordulatszámmal dolgoztak, mint a kompresszor és a turbina elemei. Még egyszer a rendkedvéért azért elindítom, hogy láthassuk. Kompresszor rész, turbina rész, égés tér és a tengelyen át a reduktor rész, ebből épül fel ez a gázturbinás hajtómű. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok az Engine Do It Yourself-nek, és nagyon szépen köszönöm ezt a modellt, hamarosan pedig érkezem a következő bemutató videóval. Nyugodtan írjátok meg kommentben a véleményeteket a modellről, a videóról, és egyébként elárulhatom, hogy hamarosan teljesen megújult környezetben veszem már fel a videókat, ugyanis összedobtam egy kis stúdiószerűséget, és picit igyekeztem javítani a technikai minőség részen is, a technikai színvonalon, valamint lesz már egy háttérpolcokkal is a modellekkel. Remélem, hogy tetszeni fog ez is nektek. Addig is mindenki vigyázzon magára, további szép napot, sziasztok!